Ramush Haradinaj az 1998 és 1999-es koszovói harcok idején az albán többségű délszerbiai tartomány elszakadásáért küzdő koszovói felszabadítási hadsereg regionális parancsnoka volt. A szerb hatóságok szerint irányítás alatt több mint 300 szerbet és számos nem lojálisnak tartott albán gyilkoltak meg, több mint 400 embert pedig elraboltak. Belgrád háborús bűnösként kezeli az albán politikust, aki ellen nemzetközi elfogató parancsot adta ki még 2004-ben. Haradinaj franciaországi elfogásával kapcsolatban Alexander Vučić szerb miniszterelnök kijelentette, kérni fogják az egykori gerilla parancsnok kiadatását. Vučić bízik benne, hogy Franciaországban a jog fontosabb, mint egy esetleges politikai döntés. Hapšenje gospodina Haradinaja, dobro je da je pravo iznad politike, a ne bih volio da se pokaže da je u Francuskoj politika iznad prava. Naše tužilaštvo imaju brojne prikupljene podatke, brojne dokaze, brojne optužujuće stvari za gospodina Haradinaja. Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Haradinaj bűnösségét korábban a hágai nemzetközi törvényszék is vizsgálta, amely 2010-ben is felmentette a terhíre rútvált pontok alól. Szerbia az 1998-ban és 1999-ben elkövetett háborús bűnök és civilek gyilkolásának vádjával 108 bűnvádi feljelentést tett az egykori gerilla parancsnok ellen.